Kijevbe utazik még a G7 találkozó előtt Olaf Scholz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnökkel és Mario Draghi olasz miniszterelnökkel, írta meg egy német lap. Az újság francia és ukrán kormányzati forrásokra hivatkozott. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök azt mondta, biztos benne, hogy hamarosan választ kapnak az ukrán tagjelölti státuszról. Meggyőződése, hogy a döntés nem csak államokat, hanem az egész Európai Uniót erősítheti. Hozzátette, a szkeptikusok számára világossá kell, hogy váljon, hogyha Ukrajna az Európai Unión kívül marad, az nem jó a kontinensnek. A politikus Ursula von der Leyen fogadta hétvégén a kijevi majdanon. Az Európai Bizottság elnöke és Volodymyr Zelenszky az ország uniós tagságára irányuló törekvésekről tárgyalt. Von der Leyen már másodszor látogatott Ukrajnába azóta, hogy Oroszország megszállta szomszédját.